alkotunk erőt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőinek népe vagyunk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt átszegezték is, siratja őt a földnek minden nemzetsége. Csak Istennél csendesül el az én lelkem, tőle kapok segítséget. Ebben a zaklatott világban van egy hely, ahol békességet és segítséget találhatunk. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk oda Isten szavára, és hallgassuk meg az ő drága üzenetét Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 9. fejezet 57. versétől a 62-ig olvasom az ígét. Tehát Lukács evangéliuma 9. fejezet 57. versétől a fejezet végéig így szól hozzánk a mi Urunk. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs, hová fejét lehajtania. És Jézus egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő azt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Majd egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt neki: aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ennyi Isten igéje. Kedves, szeretett testvéreim, hálával állok meg itt közöttetek, hiszen egy-két alkalmat kivéve mindig ott ültem közöttetek. S veletek együtt, itt a templom tövében figyeltem az Isten üzenetére. Mindig azért jöttem erre a helyre, hogy töltekezzek. Hogy új üzenetet magammal vihessek oda, ahová Isten állított, és szolgálhassak. És ha széttekintek, akkor látom és találkoztam veletek, nem mindenkivel, tudom, hogy sok helyről érkeztünk. Az egyházmegye területéről is, lehet, hogy még az egyházmegye területén kívülről is. Mindannyian jöttünk, akiket megérintett az Úr Jézus hívószava, azért, hogy itt lehessünk. Kedves testvérem, mai evangélium örömüzenet így kezdődik ezzel a fél mondattal, amikor mentek az úton. Kik mentek? Jézus és a 12 tanítvány, és nyilván vele még nagyon sokan mások is. Előtte olvasunk az ígében arról, hogy az útnak célja van. Az 51. versben azt olvasuk, amit nem olvastam fent, ezért hadd idézem, hiszen ennek az útnak ez volt a célja. Amikor Jézusnál közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Mi is mindannyian elhatároztuk, hogy eljünk ide Szilvásváradra, hogy eljünk fiatalon, idősen, gyerekként, örömeinkkel és kérdéseinkkel, mert ma én egy gyarló szereplő vagyok. Úgy, ahogy az előttem hangzó bizonyságtételek és énekek kihangsúlyozták és kiemelték, hogy ő legyen az, aki szól. Ő legyen az, aki megérinti a mi szívünket. Mi úton vagyunk.
úton vagyunk, és ezen az úton nem egyedül járunk. És Jézus valamerre eljött azért, hogy egy utat, az igazi utat megmutassa nekünk, mert ő azt mondja, én vagyok az út, az élet és az igazság. Senki másnál nincsen. Ó, Uram, kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. És ez azt jelenti, hogy Jézus már itt, ezen az úton a kereszt felé tart. Az, hogy egy olyan útra lépett rá mi Urunk, ahol már nincs semerre visszaút, hanem megy célegyenes azért, hogy valamit értünk, helyettünk is nekünk megszerezzen. Nem tudom, voltatok-e, kedves testvérem, olyan helyzetben, vagy van olyan megtapasztalás az életetekben, hogy elindultatok egy úton, ahonnan nem volt visszaút. Nincs visszafordulás. Ilyenkor csak fel lehet idézni a bennünk előjövő érzéseket. Milyen érzés az, hogy elindulsz, az úton történjék bármi, és arról az útról nincs visszatérés. Nincs visszaút, csak előre, csak vele és mellette. A keskeny út pontosan ilyen. Jézus követés útja pontosan erre hív bennünket. Ezt látjuk a mai szakaszban, hogy Jézus mögött is már volt egy út, és előtte is volt egy út, amelyet csak ő ismert, és amiből megosztott mindig egy-egy részt tanítványaival, és megoszt velünk is naponta. Elmondta tanítványainak, elmondott sok mindent, de azok sokszor nem értették. Ugye mennyire ismerős ez nekünk? Ő szól, de mi nem értjük. És így vagyunk valahogy, hogyan ezzel mi is. Mögöttünk is van már egy út, amit megtettünk, de még előttünk is van egy útszakasz, reméljük, hogy a keskeny útból. Ki tudja mennyi. És Jézus támpontokat ad nekünk arra nézve, hogy ez az út milyen lesz és hová vezet. És ha van üzenet ennek a mai vasárnapnak, akkor az, hogy csak előre és ő vele. Hátrafelé, másfelé már nincsen. Három párbeszédet hallunk itt, amely alátámaszt és erősíti azt az igazságot, hogyha valaki Jézus Krisztust akarja követni, akkor el kell engedni a régieket. Itt olyan három embert látunk a történetben, akik közül kettő maga jelentkezett Jézus követésére, egyet pedig maga Jézus hívott el erre. Testvérem, te is találkoztál már az Úrral. Ő hívott, vagy magad indultál el? Aki ezt mondja, követlek Uram akárhová mégy. Ez volt az első. Azok közül, akik maguk jelentkeztek. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincsen hová fejét lehajtania. Jézus itt azt akarja nekünk mondani, mielőtt testvérem rálépsz erre az útra, számolj azzal, hogy mi a Jézus követésének ára. Azzal, hogy mivel jár ez. Itt Jézus maga akarja nekünk mondani, tedd félre azt, ami elválaszt téged tőlem. Ha közel akarsz jönni hozzám, szakíts azokkal a dolgokkal, amik tőlem téged elválasztanak. Dobd el magadtól ezt az indulatot, mert csak így maradhatsz velem és mellette. Mit ér nekünk ez a hívás? Ahogy megyünk az úton, ő szól hozzád és hozzám, és valami személyeset mond neked és nekem, ma, kedves testvérem. Ha te engedsz Jézus szavának, akkor te otthontalan leszel ebben a világban. Kik fognak nevetni,
ki fognak gúnyolni. Jézus követése ebben a világban nem otthonos. Isten kegyelméből 30 éve hirdethetem az evangéliumot, de nem régen történt meg az, hogy ismeretlen gyerekek közé küldtek szolgálni, akik provokálni próbáltak azért, amit mondtam, úgy, ahogy közöttetek hirdetem az evangéliumot, és az egyik kislány vette a bátorságot, és azt mondta, tiszteltes bácsi, nem tetszik észrevenni azt, hogy amiről maga beszél, hogy az senkit sem érdekel? És én azt mondtam neki teljes szeretettel, észrevettem. És tudod, akiről beszélek nektek, annak a szavát tolmácsolom, aki mindenét odaadta, érted és értem is. Éppen ezért beszél Jézus arról, hogy nem lesz otthonotok, nem lesz hol felteket lehajtani, de jel és kövess engem. Jézus itt ezen a helyen ma ezt mondja nekünk. Nézzük meg, hogy mivel jár Jézus követése. A másik, a történet szereplője önként jelentkezik. És ezt mondja, követlek, de előbb hadd búcsúzzam el családomtól, és kérdezzük, hát ez baj? Nem baj, de hát akkor miért mondja Jézus ezt? Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Azért nem halogathatja az ember a döntést. Mit jelent ez, hogy halogatta? Hogyan derül ki abból, hogy ő haza akar menni, és el akar búcsúzni a családjától? Gondoljunk bele, kedves testvéreim, hogy az akkori korban a búcsúzkodás néhány napig tartott. Érzékeny búcsúzkodás, sírás és lakoma, és visszatartás, hogy ne menj, nem tudod ki az, aki hív, ne menj utána. De Jézus azt mondja, vagy jössz velem az úton Jeruzsálem felé, vagy akkor itt maradsz. Immáron, ha az eke szarvára tetted a kezedet, hát ne tekints hátra, mert nincs visszaút. De te mégis vissza akarsz menni? Aki rátette a kezét az eke szarvára, ott nagyon oda kell figyelni. Ez az ember el akar menni, és majd csak holnap követni. De Jézusnak holnapra halasztott parancsát, kedves testvérem, sohasem fogod beteljesíteni. Jézus nem holnapot kéri tőled, hanem a mát. Amikor megfordítjuk a sorrendet, hogy majd én holnap. Figyeljük meg, hogy ez a legtöbbször nem sikerül. Itt becsapja az ember saját magát. Mert elbújik az igazi döntés elől. Ha valaki igent mondott, és az eke szarvára tette a kezét, akkor tartsa magát ehhez az örökké valóságig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Mondja nekünk az Úr a Jelenések könyvében. És végül itt van a harmadik ember, aki nem saját magát ajánlja, hanem őt Jézus hívja el a maga követésére. És ez az ember hívószóra ezt mondja, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. És Jézus szava erre meglehetősen megdöbbentő válasz. Kissé zord is, mert azt mondja, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Mit jelent ez? Talán ennek az embernek haldoklott az édesapja, és ezért akart letérni a jeruzsálemi útról? Nem tudjuk. De ez az ember Jézus hívó szavára ezt válaszolta, ami így fordítható, követlek majd, miután elrendeztem apámat és a családi házat. Egyszer egy fiatal tehetséges diák ösztöndíjat kapott egy neves egyetemre, amit azonnal el kellett fogadnia, de ő azt válaszolta, majd ha gondját viseltem apámnak haláláig,
de akkor az ő édesapa még csak 40 éves volt. Elvesztette a lehetőséget. Kedves testvéreim, az én életemben is, amikor Jézus szólt és hívott, nem én voltam a nagy. Ő volt az, aki megfogta a kezemet és vezetett. És nem volt könnyű nekem, nem édesapám, hanem édesanyám volt, súlyos beteg, járni, beszélni nem tudott, és annyira sokat jelentett mellette lenni. És én is tétováztam. Egy ilyen helyre kellett mennem 30 néhány évvel ezelőtt a fiatalok közé szolgálni, és ott volt bennem, meg fognak szólni, hogy ott hagyod beteg édesanyádat, és elmégy a táborba a fiatalok közé. És jött valaki, és azt mondta, ne félj, őróla majd gondját viseljük, te pedig menj, menj oda a fiatalok közé, szolgálj, és hirdesd az Isten országát. És kedves testvéreim, így is volt. Elmentem, és utána értesültem, hogy mások jöttek el, és édesanyámnak oda nyújtották a vizet, és nekem ez békeséget adott, és én ez az idő alatt a táborban hirdetettem a többi szolgatársam, a testvérem együtt a hívó szót az Úr Jézus Krisztushoz. Vagy teljesíteni akarta gyermeki fiúi kötelességét, ez a harmadik szereplő, csak ezután akarta követni Jézust. Miután elnyerte apai örökségét és be lesz biztosítva, akkor már elmegy és követni fogja Jézust. Majd akkor igen. Erre felelt neki Jézus józanító élességgel és egyenességgel, nem. Hadd temessék el halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Mi mindannyian valahonnan jöttünk. És mindannyian majd visszatérünk a családjainkhoz, a munkahelyünkre, a gyülekezetünkben, és igen, tőlünk váratatik majd el az, hogy hirdessük az evangéliumot. Hogy ne csak vasárnap, de a hétköznapokban is. Látszódjon rajtunk az, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk. Ha gyengén, sokszor elesve, de ő az, aki felemel és vezet. Jézus ma azt mondja neked, kedves testvérem, aki eljöttél ide erre a helyre, jöjj, láss, és higgy, és ezt vidd vissza a te házadhoz, a te apád házához, a te családodnak házához. Vidd vissza a tiéd közé, és mindenhová, ahová küldelek majd téged. Mert csak velem való közösségben élheted ezt át, és viheted el azok számára, akik fontosak neked, és rád vannak bízva. És kedves testvéreim, a táborokból, a keresztény ifjúsági táborokból hazatérve komolyan az Úr felruházott. Le tudtam ülni a testvéreimhez, akik otthon gondját viselték édesanyánknak, és elővettem a Szentírást, és együtt olvassuk, és mondtam, hogy titeket is ugyanúgy szerette az Úr Jézus, ahogy engem. Ti is ugyanolyan fontosak vagytok számára. És oda tudtam menni beteg édesanyámhoz, és tudtam neki is üzenetet átadni. Igen, ezért hív el bennünket. Majd ő visszaküld, és feladatot ad nekünk. Azért jöttél ma ide, kedves testvérem, hogy találkozz vele, az életed urával és megváltóddal, és hazatérve hirdesd, amit tőle hallottál. Jézus követésére ma is teljes elkötelezettség jár. Jézust fél szívvel hátra tekintve, és új élet nélkül ez ma is lehetetlen. Ma az evangélium engem és téged is arra hív, hogy Jézus követése hogyanja felett elcsendesedjek. Hogyan járok én az Úrral az úton, amelynek ára van, ahonnan nincsen visszatekintés, és amely út azzal kezdődik, hogy Jézustól egy új, megváltott életet kapunk. Ezek után hogyan járok én Jézussal az úton? Ez a mai evangelizációnak, alkalomnak a kérdése.
szeretném ma befejezni közöttetek az igehirdetést, hogy a mi életünkben is, a követésünkben is látszódjon Jézus iránti való hűségünk. Erre Jézus ma újból felhívja a figyelmünket, nagyon komoly ára van a te döntésednek és a te követésednek. És így hangzik egy dicséret, amely megvan a régi énekeskönyv és az új énekeskönyvben. A régi énekeskönyvben 299-es számú dicséret, az új énekeskönyvben 823-as. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere, halk hívása tisztán hallik, jel köves, ó, jöjj ide. Vedd a példát Andrástól, ki halva hívó szózatot, hálóját sem vonszolá ki, érte mindent elhagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne es, mert kísért öntelt világot, jöjj, engem jobban szeres. Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt, bús orcám hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tiedé szívemet, hadd lehessek engedelmes, neked élő gyermeket. Hálát adok értetek Istennek, mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Jézus Krisztusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenkor meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amit Krisztusról a bizonyságtétel által megismertetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékokban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősítiteket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ámen. Jeltek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, szerető édesatyánk, köszönjük neked, hogy egybe gyűlhettünk a te nevedben ezen a mai vasárnapon, itt ezen a helyen. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk hazafelé vezető útokon is. Köszönjük, hogy szóltál most is a te ígéden keresztül, hogy felfogadjon a mi szívünkből is a dicsőítő ének, mert egyedül te vagy méltó rá. Méltó vagy rá, hogy dicsérjünk téged, mert Jézus Krisztusban megváltót adtál nekünk, Urunk, ennek a világnak, és személyesen nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azóta is folytatod a te elhívó munkádat, és elhűsz embereket mindenféle népből, törzsből és nemzetből, és közülünk is. Így bennünket is elhívtál neved dicsőségének magasztalására. Urunk, az elhívás, ami megtörtént, az ajtónyitás, és utána következik egy út, amin járni kell. Ez az út olykor homályba vész, olykor igen rögös. Úgy érezzük, hogy az előttünk levő út egyre keskenyebb és egyre szorosabb lesz. Utánad menni ezen az úton nem lesz egyszerű, és ára lesz annak. Olyan ára, amit meg sem sejtünk. Kérünk, Urunk, készítgess bennünket, és erősíts meg minket a téged követésben, az úton járásban. Add a te ígédet naponta, hogy legyen számunkra mérföldkő és világító szövítnek. És kérünk téged, Urunk, hogy az igén keresztül tudjunk téged, Jézus, annak megismerni, aki igazán vagy. Mert ha annak ismerünk meg, aki vagy, akkor legszorosabb időkben is megtart ez bennünket az úton. Hadd tudjuk, hogy jó vagy, hogy hűséges vagy, hogy megváltó vagy, és szavadat vissza nem vonod, amit nekünk adtál. Kérünk, Jézus, hogy áld meg a te igédet mindenkor most is, amit hallottunk a mi szívünkben. Kérünk, Szentlélek, hogy érints meg bennünket, formáld bennünket, Szent Háromság Isten, a te szent neved dicsőségét kérünk, hogy hallgass meg bennünket is, most és minden időben. Amen.
mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Szeretnék felnőni az előttem szólóhoz.